engedd meg! Egy hónapja beépültünk a rendszerbe! Ne szar! Hogy amikor nem figyel senki, feljön esünk a színpadra lecsekolni a technikát! Gúgyi apa! De a művészbe járó nem őzi senki! Művészbejáró, mi? Csókos! Milyen sutyó bejárót használtunk, de az a kemény öreg! Az a kemény öreg! Maradjál már, te idióta! Hogy nézel ki? Vedd már azt a szart! Figyelj, Tibi! Rockvizüvet írunk és alternatív, ahhoz kellene a cuccok! Jó, és miről fog szólni? Csill, apám! Mert több beszarsz! Én meg tanúsítom! Maradjál már! Első felvonás, első jelenet! A bűnös haverja! A bűhűs legjobb haverja, akit az érettségén elhúztak magyarból, is. Kiáll a színpad közepére, belenéz a reflektorfénybe. Jó, és ki a bűhűs? Hát a bűhűs legjobb haverjának a legjobb haverja. Akiről a darab szól. De, Tibi! Mi? A fiatal utca zenét fogok, aki vissza akarja rántani szerelmét, a zene igazi útja. Várj, szerelmét? Hát a Ramit! Én egy sztárvendég, Isten ilyen tud bejönni. Na és ekkor a főhős legjobb haverjának a legjobb haver... Stop! Úgy se vállalnál! Meg én sem! Mész nem akarnak megváltani titeket, srácok? Te megváltasz, öcsi! Mi verjük itt a nyálunkat, írjuk neked a musicalt, hogy világhírű lehetsz. Már a hely is megvan, ahol bemutatjuk. Én meg fél éve dolgozom a szövegkönyvből. Hova? Be vagytok jól van? Mit szólsz, Tibi? Elmegyek. Hova? Párizsban, utcazenésznek. Mi? Nem jó neked itt? Ne! És mi nem jó neked itt? Semmi! Azért nem tudom az előcsét. Kijöttél a nevelőtról. Fél évet csöveztél, de mi befogadtuk. Hát van egy csúcsszuper lakókocsink is. Az azért csak jobb, mint a semmi. Erről szól a musicalünk is. Miről? Hogy szabadok vagyunk. Igen, ebben az országban. Mi vagyunk az ország öcsét. Ugye? Ez. Jó, hát ez egy ilyen ország. Nem sírni kell, csezd meg. Nem javajogni. És főleg. Nem meglépni! A gázra lépve, gyere be, a közös célterébe. Nézd, ez valóság, nem mese, s te vagy a főszereplője. Mert bármerre mész, már sehova se érsz, hát állj mellé, és legyél ellene. Itt romlott a világ már, mint elhol a pénz diktál. A média súha semmire se jó, nekünk az utca hangja, az őszinte szó. Szabadok vagyunk, nincs aki megállít, velünk tartasz, elérünk már, mint kéz a kézbe, a gázra lépve, gyere velünk a közös cél terébe. Szabadok vagyunk, nincs aki megállít, velünk tartasz, elérünk már, mint kéz a kézbe, a gázra lépve, gyere velünk a közös cél terébe. Visszanyalít a macska, köd meg katonája. Van-e lakó harcos? Fézlem a hangulatok harcos. Nehezen néha csak elvárják, hogyha nem fontos csak a pénz. Lentről kell kezdeni, néha hátrafele is nézd. Nem rólad szól minden, hittel a világ velem is fordul. Én csak azt mondom, el neked, ami a lelkemen túl csordul. Gyere velünk a közös szél terébe. Szabadok vagyunk, nincs, aki megállít fel.
strand életében nem az első, hogy strandszínházat szerveznek, tartanak itt a városi strandon. Úgy érzem, hogy idén megtört a jég, illetve nem volt jég, nem volt zivatar. Végre minden adott volt ahhoz, hogy meg lehessen tartani normálisan a strandon egy rendezvényt. Hogy érzi, hogy sikerült? Való igaz, az időjárás az nekünk kedvezett, mert minden adottság megvolt ahhoz, hogy a színházi előadásokat olyan körülmények között tudjuk megtartani, hogy a nézők jól érezzék magukat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a vendégek száma az viszont egy kicsit kevesebb volt a megszokottnál. Ez talán köszönhető annak, hogy a városban kettő olyan rendezvény volt, amelyik ingyenes programokat kínálta a vendégeknek, és úgy néz ki, hogy inkább azt vették igénybe, mint a színházi előadást. Akkor van egy olyan érzés, hogy nem sikerült megszólítani Ajka város lakosságát, és eljuttatni hozzájuk az információt, hogy igen, itt lesz egy előadás, amire a színészek bizony keményen készültek, és lelkiismeretesen letolták az előadást. Ezt azért én nem mondanám, én úgy gondolom, hogy meg tudtuk szólítani a nézőközönséget, meg tudtuk szólítani a város lakosságát, hiszen mindent elkövettünk, plakátoltunk, Facebookon, interneten keresztül, minden olyan információs csatornát kihasználva tájékoztattuk a vendégeket, hogy milyen programokkal készülünk a hétvégére. Sajnos a közbejátszás az, hogy egy ingyenes program az elcsábítja az embereket. Alternatív koncert! Alternatív helyen! Még nem tudjuk, hogy hol, de a neve már megvan. Kompász Buddha! Kompász Buddha! Igen, igazi koncert lesz, igaz dalokkal, dobszólókkal! Ütős lesz! És igazi közönségen, alternatív koreográfiák! Alternatív metal, hip-hop meg minden! Alternatív metal, hip-hop meg minden! Itt a Tibi, a gyufa, a kislány meg az édes kedves apuka, yeah! Mi van? Valódi érzésekkel, új gondolatokkal, bátran! Jussi voltam, megváltozom. Úgy tudom, hogy ezzel még nincsen vége itt a strandon a programsorozatnak. Mi lesz a következő? Mit láthatnak legközelebb itt a strandon a vendégek? A következő programunk az július 25-én a strandszépe választással. Immár a 6. alkalommal kerül megrendezésre a strandszépe választás. Azt mondhatom, hogy talán az idei év jelenleg úgy néz ki, hogy talán a legnagyobb jelentkező számmal tudunk kiállni a közönség elé, és ismét elmondhatjuk azt, hogy nemzetközi nőtte ki magát a verseny, hiszen Szlovákiából is jelentkeztek.
Úgy tudom, hogy már 18 jelentkező van a versenyre. Így igaz, 18 jelentkező jelezte a részvételi szándékát, természetesen minden közbe jöhet, tehát lehet, hogy előfordul olyan, hogy valaki nem tud ide érkezni arra az időszakra vagy időpontra, de mi mindent megtettünk annak érdekében, a ruhákat biztosítjuk, tehát az eddigi szokásoknak megfelelően minden feltételt biztosítunk, hogy jól tudják érezni magukat az ideérkezők, és természetesen a versenyzők is. A szépségversenyen kívül itt lesz még valami koncert, és valami akusztikus zenekar fog fellépni, erről tudunk valami bővebbet? Így van, ez egy budapesti együttes, tavaly próbáltuk ezeket elérni, hogy ide érkezzenek Ajkára, akkor sajnos az időjárás közbeszólt, közben ez az együttes átalakult, felvette ezt a nevet az akusztikus band, és ezt az együttest sikerült most az idei évre elhívni. Most a jelek azt mutatják, hogy az időjárás nekünk fog kedvezni, körülbelül a 30-34 fokos hőmérséklet lesz, hogyha ez összejön, akkor én úgy gondolom, hogy jól tudják érezni magukat az ide érkező vendégek. Ők két szál akusztikus gitárral és egy énekkel lépnek fel. Így van, így van. Beszéltünk itt az előbb, hogy a rendezvénynek kedvezett az idei időjárás, és úgy néz ki, hogy talán a jövő héten is szerencsés lesz az idő, és nem fogja elverni az ivataram a rendezvényt. Hogy alakult az idei évben a strand? Hozza a várt eredményt? Hát, hogyha a tavalyi évhez viszonyítom, akkor sokkal jobb, hiszen tavaly összesen 12 olyan napunk volt, amikor elmondható annak, hogy strand szezon, az idejében most már ezt túlléptük. Tehát, hogyha valaki visszatekint, akkor láthatja, hogy az elmúlt héten végig kánikula volt, az idei, vagy a mostani hétre ugyancsak kánikulát mondanak, a hétvégére ugyancsak. Én bízom benne, hogy az idejében tudjuk teljesíteni az elképzeléseinket, és meg lesz az a bevétel, amit terveztünk. Ezután, a rendezvény után lesz itt valami nagy kaszálás is, valami kaszát emlegetnek. Mi ez pontosan? Hát igen, mondjuk nevezhetjük annak is, hogy kaszálni szeretnénk, bevétel szempontjából is. Hát a Kassa Tibor lesz a következő vendégünk augusztus 7-én egy koncerttel. Én bízom benne, hogy akkor is kegyes lesz hozzánk az időjárás, és kedvező lesz, és akkor meg tudjuk tartani ezt az előadást. Én arra számítok, hogy az érdeklődés nagyon nagy, hogy rengeteg vendég érkezik, aki meg szeretné nézni az előadást. Mert ő valami mezőgazdasági előadást fog itt tartani, vagy stand-up-os, vagy ki ő? Hát Kassa Tibort azt hiszem, nem hiszem, hogy be kell mutatni, ezt mindenki ismeri. Nagyon jó humoristának is neki tekinthető, meg énekes is, úgyhogy bízzuk benne, hogy sokan érdeklődnek utána. Férőhely van bőven, nyugtassunk meg mindenkit. Férőhely bőven van, tehát azzal nem lesz probléma. Én azt szeretném, hogyha kevés lenne a férőhely, de hát még ilyen nem volt. Tehát akkor nem kell aggódni, nem kell elővételbe jegyet venni itt a helyszínen, vagy lehet esetleg elővételben már jegyet kapni valahol? Hát mi nem tartjuk ezt fontosnak, hogy elővételben vagy nem, mert a helyszínen rendelkezésre állunk, tehát azon a napon, aki érkezik, nyugodtan meg tudja vásárolni a belépőt. De mi maradunk! Jól ismert ája, sápat városok, kedves vidékék, meg sárgult könyvek, régi dallamok, bomiék. Mindig vártam, hogy a vonat elmegyek, szól a helyjegye. Kinézhetünk, beszállhatunk, együtt vagyunk. Ez a gyors vonat, mi az életünkön átszalad. Ezek mi vagyunk, a sok állomások is a szélben elmarad. De mi maradunk, de mi akit meg akartam menteni!
akiért kézbe vettem. Kézbe vettem a sorsomat. Akiért megváltoztam. Akiről ábrándoztam. Aki miatt gyúrni mentem. Aki miatt félmeztelenre megküzdtem a radírban, a baltás apja előtt. Akiért, hogyha kell, már vissza is ütök. Aki miatt úgy éreztem, fülöcsítnek az angyalok. Mégse jött el. Ah!
tanár.